Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm szépen az ismételt meghívást és a lehetőséget, hogy megint részt vehessek egy ilyen előadáson. A mai előadáson is felelevenítenék néhány olyan dolgot, ami az digitális oktatás újdonságaihoz tartozik, illetve ezeknek az előző előadás óta történt továbbfejlesztéseiről beszóban. A képernyőn ugye megosztva a tudásbázis oldalunk látható, ez már a digitális oktatás indulásakor kikerült rögtön a főoldal elejére a tanulóknak, szülőknek, tanároknak, illetve az intézmény vezetőknek, adminisztrátoroknak szóló külön-külön felületeknek az információi, amely felületre, hogyha belépünk, akkor itt az adott felhasználóknak összegyűjtve jelennek meg azok a gyakran ismételt kérdései alatta ugye a különféle videók, amik az ő munkájukat segíthetik, ugye ezek mind lenyitható kérdések, amikre a válaszok a tudásbázison vagy már eddig is megtalálhatóak voltak, vagy ezután kerültek föl, és itt összegyűjtve mindig meg tudják ezeket tekinteni. Ezen kívül Ugye itt a digitális oktatásban bekövetkezett egy következő lépcsőfoka a tanévnek, ez a beiratkozás. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban is vannak kigyűjtött a tudásbázis aloldalain lévő információk, itt rögtön a főoldalon, tehát leginkább ugye a szülők törvényes képviselőknek, de természetesen az intézményeknek is a számukra releváns információk, az előbb akár odamutató e, e, tudásbázis oldalakon, illetve akár videólinkeken. ami nem változott, az az ez alatti mező, ahol a Kréta rendszer lehetőségei az online tanulás támogatásában információk találhatóak. E, hogyha volt azóta újdonság, az itt megtalálható, például akár a házi feladat késznek jelölése, erről majd e, lesz is szó, valamint picit most már le kell tekerni egészen itt a főoldal közepéig, ahol a szoftver frissítések újdonságok jelennek meg. Itt a sok releváns információ miatt ez a szekció, ami mindig a terület tetején volt, vagy de itt ugyanúgy megtalálható minden olyan információ, ami korábban szokásunk volt megosztani, tehát a frissítések, akár a nagy frissítések, akár itt a nagy frissítések közötti gyorsabb igényeknek a, a, a teljesítése, megtalálható itt. És akkor ezek közül is most néhány dolgot kiemelnék. A legelső, amit szeretnék megemlíteni, azok a digitális tankönyveknek az elérhetőségei, és ehhez egy tanulói be belépési felületet is nyitnék meg, ugyanis a, attól függően, hogy hanyadikos az adott tanuló, belépve a saját kréta rendszerébe, a neve mellett megtalálható az úgynevezett e-learning menüpont. Itt ez a kis három fektetett könyvecske. Hogyha erre kattint az adott tanuló, akkor attól függően, hogy milyen évfolyamú osztályba van besorolva, jelennek vagy jelenhetnek meg számára elektronikus tananyagok, például ugye itt ennek a nyolcadikos tanulónak, matematika, biológia, fizika, középszintű és emelt szintű matematika érettségére felkészítő és a többi tankönyvek, és ugyanúgy, mint ahogy korábban bármilyen más e-learninggel, ami a kollégáknak is elérhető volt, látható, hogy ha már valamilyen szinten előre haladt, onnan tudja folytatni, vagy meg tudja kezdeni értelemszerűen, és tudja használni ezeket a tananyagokat. A tananyagoknak az elérhetőségei, azok itt a tudásbázisban, egy aloldalon vannak felsorolva, hogy kiknek mi az, ami már elérhetővé vált. Ugye itt akár sorba lehet rendezni, vannak 5., 6., 7., 8., 9., -es, 10., -es, illetve 11. -es évfolyamra jelölt tankönyvek. Leginkább, hogyha mondjuk a kurzus címe szerint rakjuk, ugye biológia, fizika, földrajz, kémia, irodalom, nyelvtan, matematika, szakiskolai közismeret, illetve természetismeret, tehát leginkább közismereti tárgyak találhatóak meg jelenleg, és ugye, ahogy említettem, annak megfelelően, hogy milyen évfolyamú a tanuló, vagy hogyha egy összevont osztályról beszélünk, ugye az osztálynak az évfolyama nincs beállítva, akkor a tanulónál beállított évfolyam fogja meghatározni, hogy a tanulóknak, gyerekeknek milyen tankönyvek fognak megjelenni. Tehát éppen ezért fontos, hogy az osztálynak legyen évfolyama, ha viszont ugye összevont az osztálynak az évfolyama, akkor pedig a tanulónál legyen beállítva ez az érték, hiszen ez fogja meghatározni akár ezt a tulajdonságot is. Ugye például, hogyha most belépek egy Negyedikes tanulóval. A negyedikes tanulónak az e learning nem lesznek itt ezek a tankönyvek, tehát érthető, illetve a szülőknek sem fognak megjelenni. Tehát ez rögtön egy ilyen hibakeresési lehetőség, hogyha e, fölmerül a kérdés, hogy belép a gyerek, vagy hát azt gondolja a szülő, hogy gyerek nevében belépnek, és nem jelennek meg a tankönyvek egy 5-6-7-8-os gyereknek, akkor valószínűleg nem gyerekként lépett be, és ez a jobb sorokban a tanuló nevénél is látható, hogyha csak a tanuló neve látszódik, akkor lépett be valaki gyerekként. Ha viszont a tanuló neve mögött zárójelve ott van a saját neve is, akkor szülői jogosultsággal lépett be. Értelemszerűen ekkor ugye mondjuk például nem éri el a tankönyveket, de elérhető mondjuk például egy e egy elektronikus ügyintézés, vagy egy, 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 olyan funkciók, amik a tanulók számára nem elérhetőek. A korábbiakban is már volt szó a házi feladat késznek jelöléséről. Ugye, ha tanulóval belépünk, a házi feladat ikon alatt találjuk azokat a leckéket, amiket a tanulónak feladtak. Ezek a múltkori előadás környékén én azt gondolom, hogy már elérhető funkciók voltak, de ha esetleg még nem ismerik, akkor minden szánnék rá. Tehát megjelennek a a tanulónak feladott házi feladatok, és bármelyik házi feladatot, ugye, hogyha késznek jelöljük, akkor azt a rendszer értelemszerűen eltünteti. Ez nem azt jelenti, hogy törölni fogja, vagy törlése kerül. Az elkészített házi feladatok elrejtése gomb kerül csak aktiválásra, tehát hogyha ezt visszavonjuk, akkor látható, hogy melyik lecke az, amit a tanuló késznek jelölt, és melyik lecke, amit még nem jelölt késznek. Ugyanígy ilyen e, baloldali panelen bekapcsolható szűrési lehetőség a lejárt határidejű házi feladatok elrejtése. Azaz, hogyha ezt bekapcsolom, akkor már is a 10 leckémből 67 lesz. Tehát e, látható, hogy van néhány olyan házi feladatom, ami nem készült még el határidőre, és a határidő meg lejárt. Tehát ezeket a felület ugyanúgy megjeleníti, de ezeket ugyanúgy értelemszerűen, hogyha elkészítette a tanuló, akkor késznek tudja. E, Jelölni. Az azonban mindenképpen újdonság, hogy ezekkel a jelölésekkel összhangban és ehhez több, nem is kevés kérés érkezett, az órarendi felületen is legyen valamilyen jelölés. Ugye itt megjelentek a kis házacskák. Ezeket a kis házacskákat, egy picit nagyítok a képernyőn, hogy le esetleg jobban látszódjon, a kis házacskák korábban fekete színnel jelentek meg, amiket az igényeknek megfelelően színezünk. Tehát abban az esetben, hogyha a házi feladatot késznek jelölte a tanuló, akkor ez a kis ikonocska át fog váltani, úgyhogy ha átállítom most ezt a leckét, igen, elkészültre, átlépek, a felületet frissítem, hetet kell váltani az egyik irány. A felület lehet látni, hogy már is, ugye itt a mai első órám a házi feladat fekete volt, az most zöldre váltott. Ezek vissza kell ugranom a múltba, méghozzá az a házi feladat, amelyiknek lejárt a határideje, és még nincsen késznek jelölve, az pedig piros színnel jelenik meg. Tehát ezzel még inkább próbáljuk ugye felhívni a figyelmet, nem csak egy táblázatos listás felületen, hanem aki egy kicsit vizuálisabb, hogy láthatja, hogy fekete az a még határidőn belül teljes házi feladat, a piros a már lejárt határidejű házi feladat, amit természetesen ugyanúgy lehet teljesíteni, tehát átállítjuk, igen, elvégeztük ezt a házi feladatot verzióra, váltunk egy hetet, hogy a felület frissüljön, és ugye már is ez a harmadik órán is eddigi piros házi feladatunk zöldre váltott, tehát ezzel pedig a késznek jelölt házi feladatokat tudjuk magunk számára, és természetesen a szülők számára is. Ugye az a lehetőség, hogy a szülő tudja jelölni, ez is sokszor fölmerült kérdésként, jelenleg a felületen nem érhető el, tehát a tanuló tudatot ő késznek jelöli és leadja. Ez természetesen megjelenik a pedagógusi felületeken, erről mindjárt fogok még beszélni, és a szülő is meg tudja tekinteni, de a szülő ezt nem tudja a saját bejelentkezésével módosítani. A házi feladat akkor pedagógusi oldalról, a e, Igen, most az admin részre voltam bejelentkezve, átjelentkezek e, szaktanárra. A szaktanári felületen hogyha az adott heti órarendemet nézem meg, értelemszerűen ugye itt lehet látni az adott hétre, hogyha meg akár a lenaplózott, vagy nem naplózott, vagy a jövőben lévő órákra feladott házi feladatokat, és hogyha van olyan házi feladat, amelyre a tanulók már jelölték, hogy elkészült, akkor megjelenik a házi feladat alatt, illetve akkor is, ha még nem jelölték, egy elvégzett házi feladatok lista. Ugye alapesetben itt látható, hogy 19 tanuló van ezen az órán, ezen a foglalkozáson, és ebből a 19 tanulóból egy fő már jelölte, hogy elkészült a leckével. Ezt az adott foglalkozást megnyitó pedagógus ugye ki tudja nyitni ezt a listát, és akkor meg tudjuk tekinteni, hogy ki az az egy tanuló, és mikor jelölte elkészültnek, késznek az adott házi feladatot. A házi feladatokkal kapcsolatban ugye a keresés, hogy hol van, kinek van, mennyi van kérdések gyakran felmerülnek, hogyha pedagógusként lépünk be, akkor három felületen tudunk házi feladatok után keresni. Az egyik a tanári feladatok házi feladatok listája. Ebben, tehát a tanári feladatok házi feladatok listájában azokat a házi feladatokat találjuk, amit az adott pedagógus és rögzített a tanulók számára. Tehát itt, hogyha ugye nekem szuperadminisztrátori jogom van, és ezért van arra is lehetőségem, hogy más pedagógusok által rögzített házi feladatokat is megjelenítsek egy kezdő és egy végdátum után leszűrve, úgy tűnik, bocsánat, itt nem rögzítettem még házi feladatokat, de korábban az osztályomban már rögzítettem. Tehát akár bármilyen szűrőt aktiválva meg tud jelenni az a lista, hogy milyen házi feladatokat adott föl az adott pedagógus, ugye milyen osztálycsoportba, milyen időszakunkba, esetleg milyen témákkal. Hogyha egy pedagógus csoportvezető, akkor ugyanúgy a tanári feladatok menüpontban a csoport házi feladatai között lehet ugye ezt megtenni, tehát hogyha valaki csoportvezetőnek van beállítva, akkor itt fogja tudni ugyanúgy ezeket az információkat elérni a saját csoportjára, csoportjaira vonatkozóan. Ugye itt ugyanúgy akkor ki kell választani, és a saját csoportjaimat, ugye, amelyikből szeretném az információt lekeresni és leszűrni. Osztályfőnökként pedig az osztályfőnöki feladatok, osztályházi feladatai menüpontot kell megnyitni, tehát osztályfőnökként az osztályomban rögzített házi feladatokat, az osztályfőnöki feladatok osztályházi feladatai menüpontban érhetjük el. Ezt megnyitjuk, Itt megint ugye a, a nekem túl sok funkcióm van, vagy lehetőségem van ezért, hogyha rászűrök a saját osztályomra, akkor meg fogja jeleníteni az osztályomba rögzített házi feladatokat. Ami azonban még az osztályfőnököknek egy fontos kérdés vagy gondolat, hogy a kapcsolódó csoportokat is érdemes bekapcsolni, vagy bekattintani, hiszen ebben az esetben meg fognak jelenni azok az osztályhoz csatlakozó, vagy az osztályhoz nem közvetlenül, de osztálytan által érintett csoportok, mint például egy bontott foglalkozás, tehát az angol nyelvet nem a negyedik A osztályban tanítják a kollégák, és lehet is látni, hogy ugye ez csak egy tízfős csoport, de ezzel a kapcsolóval, hogy a kapcsolódó csoportok, azaz a negyedik A osztály tanulói által, vagy azonkon keresztül érintett csoportot is szeretném megjeleníteni, akkor ezzel a felület, a lista meg fogja ezt is jeleníteni, és be fogja hozni. Mostanában többször érkezett olyan kérdés, és egy kicsit erre kitérnék, hogy hogyan tudnak törzslapon egyéb információkat megjeleníteni, és ez nem csak most így az év végéhez közeledve, bár lesz majd az év végével kapcsolatban nekünk is a cégem belül valamilyen digitális lehetőség ugye egy konzultációra, vagy többre is, de itt is elmondanám, hogy a feljegyzések Beírások menüpontban találunk egyéb olyan funkciókat is, amit lehet, hogy kevesen használnak, vagy kevesen ismernek. Tehát a feljegyzések beírások menüpontban, ugye itt ki kell választani, hogy melyik osztályról van szó, akinek szeretnék valamit rögzíteni. Hogyha fölvinnék egy új beírást, akkor nem csak a szokásos intő, dicséret és a többi használható, hanem például vannak olyan beírás típusok, hogy törzslapon megjelenő egyéb feljegyzés vagy határozat. vagy feljegyzések a személyi adatok változásához törzslapon megjelenik. félévi évi, évvégi bizonyítványban megjelenő tantestületi feljegyzés határozat. Tehát például a fél év, évvégi bizonyítványban megjelenik, az osztálynaplóban nem, törzslapon megjelenik, osztálynaplóban nem, tehát, hogyha olyan információkat szeretnénk rögzíteni, amiket így szeretnénk, akkor ezeket ilyen módon is meg lehet tenni, tehát nem csak záradékként tudunk. Ugye évközi záradékként valamilyen információt rögzíteni, ami természetesen megjelenik az osztálynaplóban és a törzslapon is, hanem tudunk csak a törzslapra felvivendő értékeket, információkat, olyan vizsgákat, ugye itt leginkább ilyen záróvizsgákat, amit így a rendszer természetesen rögzít, és a generált törzslapokra ezt felviszi. Ami szintén a digitális oktatással kapcsolatban maga a kapcsoló az újdonság, az az, hogy az intézmény maga szabályozhatja, és itt most vissza kell váltanom admin felületre, hogy amikor egy órát naplózunk, akkor a tanulók alapesetben üres vagy jelenlét állapotban legyenek. Ehhez a testreszabás elektronikus napló korlátozásainak beállításai menüpontot kell használnunk, tehát a testreszabás elektronikus napló korlátozásainak beállításai, és itt ezen a szekción belül a legalsó beállítási lehetőség az, hogy mi legyen az alapértelmezett státusz, amikor naplózunk. Tehát a tanulók üres, jelenlétem, vagy jelenleg ugye üres vagy digitális perjellel jelenik meg a felületen jelenléttel, legyenek automatikusan vagy automatikusan jelenlévőnek legyenek, hiszen vannak olyan intézmények, akik most is ezt így szeretnék használni, tehát abban az esetben, hogyha ezt mi át szeretnénk állítani, akkor most már van rá lehetőség, korábban még csak automatikusan átállították központilag ugye a fenntartók kérésére ezt üresre, jelenleg pedig már ezt a minden intézmény saját maga tudja szabályozni, hogy mindenki alapból üres, vagy ö, jelenlévő, és mivel ö, ez a kapcsoló azután került bele a testreszabás menüpontba, hogy ö, ö, ez a funkció már belet állítva, ezért mindenkinek az alapbeállítás az üres, tehát hogyha valaki azt szeretné, hogy megjelenjenek jelenlevőként, akkor kell átállítani, és ezzel valamilyen ö, módosítást ö, végrehajtani. A digitális oktatás közben jelent meg, de nem kötődik szorosan hozzá, az a dokument beállításai menüpont, ahol van arra lehetőség, hogy a nemzetiségi dokumentumokhoz szükséges további nyelveket bekapcsoljuk. Tehát, hogyha esetleg van önök között olyan, aki olyan intézményből érkezett, ahol nemzetiség, német, román és szerb, igen, mindegyik be van kapcsolva, általános iskolai, illetve gimnáziumi dokumentumok, és ezeknek a használatát meg tudják tenni. Erről szintén a tudásbázis oldalán, a főoldalon is van leírás, illetve ugye több aloldalt is érinti ez akár csak a szöveges értékeléseket, vagy törzslapokat, vagy természetesen nem lesz olyan intézmény, ahol mindegyiket bekapcsolják, általában csak egy idegen nemzetiségi nyelvet használnak, de akkor az a nyelv is használható, rögzíthetőek az évvégi érdemjegyekhez olyan nyelven is megjegyzések, illetve maga a generált bizonyítvány vagy évvégi értesítő kép az ezeket az idegen nyelveket is tartalmazni fogja, illetve így fog megjelenni külön. Tehát Két olyan további gondolat lenne, vagy két olyan téma lenne, amiből az egyik az szintén a digitális oktatáshoz kicsit szorosabban kapcsolódik. Tehát ez a nyilvántartás, felhasználók menüpontban elérhető információ. Ugye ez már korábban is gyakran kérdés volt, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy egy-egy szülő gondviselő mikor lépett be utoljára, nézte meg a gyermekének az információit. Ugye ebben a menüpontban, tehát a nyilvántartás felhasználók menüpontban elérhető és látható az utolsó belépés dátuma. Azonban itt korábban csak a böngészőn keresztüli belépés volt látható, most már viszont a mobil applikációban lévő belépés is megjelenik ezen a felületen, tehát hogyha egy szülő -gondviselő akár mobiltelefonon, Akár az applikációban, akár, akár milyen, bármilyen eszközön böngészőn keresztül belépett a Kréta rendszerbe, akkor meg fogja jeleníteni ebben az utolsó belépés oszlopban ezeket az értékeket a rendszer. A mobiltelefonos applikációs belépéssel kapcsolatban annyit azért mindenképpen el kell mondani, hogy ugye egész sok felhasználó használja már a Kréta applikációt, és ezeknek a lekérdezése, hogy ne legyen minden másodpercben a szervereknek hatalmas terhelés, éjszaka történik meg. Tehát a mobiltelefonos belépéseket következő nap reggelén fogják tudni megnézni, a böngészős belépés azonnal megjelenik, hiszen az a szervenen rögtön rögzül. A mobiltelefonos belépések pedig, vagy az applikációs belépések az éjszaka kerülnek frissítésre az előző nap alapján. A nyilvántartások menüpontot az adminisztrátorok érik el, tehát, hogyha az adminisztrátori felületre belépnek, akkor a baloldali első hogyha valakinek nincsen adminisztrátori joga, vagy a pedagógusi felületre elnaplóra lépett be, akkor ott ilyen nincsen. Hogyha viszont az admin felületre lépett be, ugye erre a színes dashboardos kezdőfelületre, akkor itt a baloldali első menüpont a nyilvántartás, és ezen belül az utolsó felhasználók a következő újdonság amit még szeretnék mondani vagy említeni szeretnék az a tanulók felmentésére vonatkozik ez megint nem szorosan kapcsolódik magához a digitális oktatáshoz azonban hogyha egy-egy tanulónak szeretnénk rögzíteni felmentést az bármikor hasznos lehet hogy most már nem szükséges a felmentéseket egyesével rögzíteni hanem amikor egy új felmentéssel rögzítenénk, akkor van arra lehetőségünk, hogy több tantárgyat is kiválasszunk. Értelemszerűen akkor tudjuk ezeket megtenni, hogyha ezekhez a tantárgyakhoz azonos felmentések vagy indoklás, illetve azonos tulajdonságok és kezdő és végdátum van. Tehát, hogyha több olyan tantárgya van a tanulónak, vagy az összes tantárgya, amelyeket azonos korlátokkal, tehát látogatás aluli, vagy értékelés aluli korlátozásokkal szeretnénk rögzíteni, vagy azonos kezdettel és azonos véggel és azonos ugye, határozatszámmal, megjegyzéssel, akkor azt most már egyszerre meg tudjuk tenni, tehát nem szükséges ezeket egyesével külön Külön, hanem lényegében így az adott tanuló összes olyan tantárgyát, ami érinti a felmentés, hogy amit érint a felmentés, az egyszerre föl fog kerülni. Természetesen a megfelelő dátumokat, ugye, hogyha kiválasztom. Mentés után a mentés sikeresen megtörtént és lehet látni, hogy minden egyes tantárgyra külön-külön azonos határozatszámmal, ugye azonos beállításokkal ezek a felmentések fel lehet vinni. Tehát igazából, hogyha egy-egy tanulónál az összes tantárgyban, akkor ki kell az összeset választani. Tanulónként külön-külön, tehát a, a, a kérdésben ugye, hogy az összes tantárgyat lehet-e egyszerre, arra válaszom, igen, egy tanulónak lehet, viszont hogyha több tanulónál van, akkor ezt annyiszor meg kell tenni, de úgyis tanulónként valószínűleg külön határozatok vannak, igazgatói határozatok számokkal, tehát ezeket úgyis külön értékekkel szükséges, vagy lehet rögzíteni és felvinni. Jó, itt volt még egy kérdés, szívesen. Volt még egy plózárás után a tanulók nem látják a házi feladat, plózárás nem befolyásolja a házi feladat az eszköz hiányában. És, hiszen ahogy itt a, az előbb beléptem tanulóként ugye a házi feladatok funkcióba, Alapesetből a rendszernél be van állítva az a szűrő, hogy a lejárt határidejű házi feladatokat elrejtse a rendszer. Tehát én itt azt tudnám elképzelni, hogy ha később kezdte el használni egy tanuló eszköz hiányában a felületet, akkor számára már lejártak a házi feladatok, ugye, amiket a pedagógusok rögzítettek, és Kivenni ezt a pipát, a keresést újrafuttatni, és akkor azok a házi feladatok is meg fognak jelenni, amelyek esetleg az adott pillanatban, tehát a mai napon, amikor belépett, akkor már lejárt határidővel, és ezért lehet ez az eltérés. Illetve az is befolyásolhatja még, hogy megjelenik-e egy-egy tanulónak a házi feladat, hogy mikor került az adott osztályba, a csoportba a besorolásra. Tehát, hogyha akkor a hétfői, tehát a mai matekórának a házi feladatát automatikusan látni fogja. Viszont ugyanennek az osztálynak a hétfői matekóráját és arra adott házi feladatot nem fogja látni, hiszen hétfőn még nem volt tagja az osztálynak. Tehát ez is egy lehetséges probléma fordás lehet, vagy ez is lehet az oka, abban az esetben, hogyha e, ugye e, a e, szülő e, vagy hát ugye az adminisztrálás ugye úgy történt meg, akkor került az osztályba sorolásra, hogy az az előtti adatokat nem fogja látni. Jött egy következő kérdés, hogy miért csak admin tud a nyilvántartásban szülői belépést megnézni? Pont az offőnek lenne ez fontos, hogy lássa, kövesse a szülői aktivitást. Lehet, jó hír, hogy lehet. Visszalépek akkor a Kréta felületre. Szerepkörváltással most átmegyek az elektronikus naplóra, ahol pedagógusok ugye és osztályfőnökök felülete. Itt az osztályfőnöki feladatok menüpontban találjuk az osztály osztálytanulóit. Tehát osztályfőnöki feladatok, az osztályfőnök be tud lépni, osztályfőnöki feladatok, osztálytanulói. Ha megnyitjuk ezt a menüpontot, ugyan nem olyan listás nézetben, de bármelyik tanulónak az adatlapját meg tudjuk nézni. Ugye nekem itt megint a sok osztályom miatt ki kell választanom azt, ahol azért vannak információim. És az adott tanulónak az adatlapját, ugye, hogyha ceruzaikonnal megnyitom, akkor fogok tudni, két dologról fogok beszélni. Lehet megtekinteni, hogy az egyes gondviselők mikor léptek be a Kréta rendszerbe, tehát itt az utolsó belépés értékeknél fog ez megjelenni. És hogyha Hogy milyen két dolgot lehet esetleg itt végrehajtani. Tehát, ha egy tanulónak megnyitjuk a gondviselői menüpontját, ugye látható, hogy itt van, léphet utoljára, és itt tudja megtenni az osztályfőnök például akár azt is, hogy rögzít új gondviselőt, és hozzáférést ad akár régi gondviselőnek a rendszerhez. Tehát, hogyha egy régi gondviselő elfelejtette a hozzáférését, akkor megtehetjük azt, hogy akár módosítással, kézzel adunk neki egy új jelszót, hogyha mondjuk éppen telefonkapcsolatban vagyunk, és ezt leokézzük, és akkor ezt megmondjuk neki, vagy akár azt is megtehetjük, hogy egy automatikus jelszók generálást teszünk a bővített jogosultság gombra kattintva, és ebben az esetben, hogyha van e-mail cím rögzítve a szülő számára, akkor azt a rendszer automatikusan ki is fogja küldeni. Tehát, hogyha a szülőnek lenne e-mail címe, akkor ennyi, hogy két kattintásra a rendszer egyrészt kiküldeni az e-mailt, most nincs, és ezért erről kapok egy tájékoztatót, másrészt pedig elkészíti a szokásos is kártyácskát, ugye, amiben a szülőnek az adatai vannak, ugye, amivel be tud lépni, és akkor itt szerepel az a jelszó gondviselői adat, amivel ezt meg lehet tenni. A új gondviselőnek a rögzítése, azaz új gondviselőre való kattintással, illetve az adatainak a megadásával történik. A minimum követelmény, hogy a gondviselőnek rögzítsünk egy nevet és egy rokonsági fokot, majd hogyha adnánk e-mail címet, akkor megint csak automatikusan kiküldésre kerül az e-mail. Ha nem adunk, akkor annyi történik, hogy megint kapunk egy üzenetet, hogy e-mail nem volt Antal anyának, azonban a kis kártya elkészült és ezt ki lehet adni ugyanúgy a szülők számára, mint ahogy ezt az előbb mutattuk. Az utolsó szülői belépésnél szintén ugyanúgy az applikációban történt belépést itt is mutatja már a rendszer, igen. Tehát abban az esetben, hogyha a szülők csak az applikációt használják, akkor az applikáció használatát követő napon reggel fogjuk tudni azt megnézni, hogy előző nap utána, Amit itt ö, ö, lehet most már megtenni, a tanulón belül a osztályfőnöknek a belépési adatoknak a ö, szerkesztése. Tehát a szülőn kívül, a gondviselőn kívül az osztályfőnök a tanulónak is tud új jelszót adni. Tehát, hogyha a tanulóhoz fordul, ö, a, vagy a tanuló az osztályfőnökhöz fordul, akkor itt ö, ugyanúgy tudunk számára egy jelszó ismételt jelszó megadásával adatot És ezzel nem kell mindig az intézmény titkárságához fordulni, hogyha uh, ilyen a uh, kérdéseket, erre válaszoltunk. Szaktanának is kedvező lenne ez a lehetőség. Uh, Föl, fölírom és jelzem fejlesztési listánkra, hogy, hogy, hogy a szaktanárok számára is ez az információ elérhető legyen. Ugye itt a, a, a kérdés a hol ugye a tanári feladatok listájában ugye a tanított tanulóknál esetleg lehetne ezt megjeleníteni, de mindenképpen jelzem, hogy érkezett ilyen igény, hogy ne csak az osztályfőnök, illetve hogy az adminisztrátorok vagy osztályfőnök helyettesek, hanem a szaktanárok is elérhessék ezeket az információkat. Tehát a kiírt helyettesítések találhatók a második téglában vagy mezőben. Ugye jelenleg ez lehet, hogy nem annyira releváns információkat tartalmaz, bár természetesen most is lehet, hogy helyettesítve kell megtartani foglalkozást. Azonban a harmadik mező, az üzenetek mező az nagyon fontos lehet, hiszen az elektronikus ügyintézés üzenetek funkciójával küldött üzenet, vagy a pedagógus számára érkező üzenet, akár szülőtől, tanulótól, vagy az intézmény vezetéstől érkező üzeneteket, ide kigyűjti a rendszer az utolsó néhány üzenetet, és ezeket innen rögtön meg tudjuk nézni ugye a tovább gombbal, és láthatjuk. Persze ezekre vonatkozóan a jobb felső sorokban a nevünk mellett van egy kis üzenetek ikon is, ahol láthatjuk a borítékon, hogy hány darab olyan új üzenetünk van, amit még nem olvastunk. Tehát itt vannak a legfrissebb üzenetek, de ebből látjuk, és akár erre az ikonra is kattintva, oda visz minket a felület az elügyintézés üzenetek menüpontjára. A következő negyedik tégla vagy mező az az elektronikus ügyintézés. Itt a hozzánk benyújtott például például ugye osztályfőnökként nagyon sok tmg ez a tanulói mulasztás gondviselői igazolása ügy lehet, vagy akár ugye mostanában, hogyha vannak olyan kollégák, akik a beiratkozásra kapcsolatban részt vesznek a munkákban, akkor őnekik ugyanígy ezek a beérkező új ügyek itt fognak megjelenni, illetve az osztályfőnököknek még a mulasztások és a bökásra álló tanulóknak a, a, a kigyűjtése is megtalálható, tehát ezt egyrészt a nevünk melletti tanári dashboard felületre mutató kis ikonnal tudjuk elérni. Másrészt a saját profilbeállításunkba, akkor itt tudjuk azt szabályozni, méghozzá a belépéskor a heti órarend jelenjene meg, pipát kell kivenni, és akkor nem az fog megjelenni, hanem a tanári dashboard fog megjelenni, és ez lesz akkor az, amivel mindig a rendszer indul, Alap esetben, de bármikor, hogyha rákattintunk a Kréta ikonra, akkor rögtön meg fogjuk kapni az adott hétre érvényes órarendünket. Äh, igen, kérdés, hogy az üzeneteken belül lesz-e rá lehetőség, hogy név alapján keresünk a tanulóra. Äh, Átlépek akkor most az elektronikus ügyintézésbe, és megnézem, mert tudom, hogy vannak folyamatban az elektronikus ügyintézésen belül is ö, ö, különféle fejlesztések, de például, hogyha ugye ez minden mezőnél érvényes, hogy a feladó tárgy, illetve időpont értékre, ha kat... az értékeket a ö, táblázat, viszont hogyha alatta a kis vonalra keres kattintunk, akkor tudnánk keresni, itt ez a szóközi értékeket nem adja meg, viszont, hogyha, vagy a szövegközit, viszont, hogyha a tanuló nevét, ugye, teljesen beírjuk, vagy a szülőjét, ugye, akkor úgy már ezeket a kereséseket a rendszer meg fogja adni. Tehát, hogyha begépeljük ezekbe a, a felületekre, tehát akkor még egyszer bármelyik oszlopnál az elektronikus ügyintézésben a vonalra kell kattintani, és ott elkezdjük begépelni, akkor a szó közep, vagy a, a szöveg közepét nem találja meg a rendszer, viszont a szöveg elejétől indulva, ugye, hogyha begépeljük például, ugye most farkasáron begépeltem, hogy árt, elég volt ideig, akkor azt a rendszer így ki tudja dobni, és ki tudja meg tudja számomra jeleníteni. Az elektronikus ügyintézésen belül, tehát ugye én most a borítékukonnal rögtön az üzenetekbe érkeztem, azonban fontos lehet a folyamatban lévő ügyek, ahol alapesetből a saját ügyeimet látom, viszont hogyha elektronikus ügyintéző vagyok, akkor a minden ügymutatás fog nekem megjelenni, és nem csak a saját ügyeimet, akik hozzám vannak rendelve, hanem minden más ügyet is láthatok, és fontos, hogy intézményenként legalább egy embernek legyen hozzáférése az elektronikus ügyintézéshez, és nézzék is ezt, hiszen abban az esetben, hogyha a beállítások, intézményi beállításoknál, az ügyintézésnél ugye ezeket a lehetőségeket nem lehet letiltani, ugye egy-egy ügyre előírt menetet, tehát mondjuk, hogy automatikusan az osztályfőnök kapja meg a mulasztási ügyeket, hanem mondjuk ne legyen ügyintézőhöz, ügyintézőhöz rendelve, akkor egy úgynevezett közös kalapban gyűlnek ezek az ügyek, amik senkinek sem jelennek meg a saját elektronikus ügyei között, viszont lehet, hogy napok, hetek, hónapok óta ott csücsülhetnek lány, lényegében így kezeletlenül, tehát éppen ezért fontos, hogy egyrészt a krétán belül ugye adjuk ki az elektronikus elektronikus ügyintézés kezelést mondjuk az intézmény titkárságának, titkárság vezetőjének, aki ezt használja, és ő időnként nézzen is rá, mert valóban érkezhetnek ügyek, főleg ugye most az elektronikus ügyintézésen be, keresztüli beiratkozásnál rengeteg ilyen probléma volt, hogy nem úgy érkeztek meg, vagy nem érkeztek meg az információk. És még egyszer visszatérve a beállításokra, van arra is lehetőség az ügyintézésnél, hogy beállítsanak egy intézményi értesítési e-mail Címet, amire a rendszer az elektronikus ügyintézéssel általánosságban tud információkat küldeni, akár ugye egy-egy érkező ügyről, vagy bármilyen olyan információról, ami úgy mindenkit érintene. Igen. Jó, jelenleg én több kérdést, újabb kérdést a, a chat ablakban nem látok, de szívesen várok újabb kérdéseket, hogyha. Ha van esetleg még. Kedves kollégák, van -e esetleg még kérdés? Vagy van-e olyan kérdés, amiről nem esett szó? Ö, egy ideig figyeltem, de lehet, hogy valamit nem vettem észre. Vagy... Aki úgy érzi, hogy az ő kérdésére nem kapott választ, szóljon. Ö, igen, ha egy szülőnél nincs utolsó belépés dátuma, ugye most érkezett egy kérdés, akkor ő nem lépett be tényleg. Ö, automatikusan azt mondom, hogy igen, tényleg nem lépett be. Illetve várjuk meg a következő napot, mert lehet, hogy aznap mobiltelefonon belépett az applikációba, és az csak a következő nap fog megjelenni. De hogyha nincsen ilyen érték, akkor azt jelenti, hogy az előző napig semmilyen formában nem lépett be, illetve aznap az adott pillanatig böngészőn keresztül nem lépett be a Kréta rendszerbe. A szülők, illetve a tanulók belépésével kapcsolatban sokszor szokott lenni az a félreértés, és ugye erre az előbb is utaltam, hogy a szülő is a gyereknek használja a belépési azonosítását, azonosítóját, és ugye erre mondtam, hogy a legegyszerűbb, leggyorsabb lehetőség ennek a megismerésére, hogy amikor a, akár a szülő megmutatja, vagy kérünk egy képernyőképet, hogy ő mutatja, hogy de ő belép minden nap, akkor, hogyha látszik, hogy itt csak a gyerek neve van a jobb felső sarokban, akkor ő lehet, hogy belépett minden nap, de nem a saját nevében, és éppen ezért például az elektronikus ügyintézést sem tudja használni, ugye itt az én bemutató tanulónál sincs ilyen funkció, hanem azt csak szülőként fogja tudni, tehát meg kell az ő saját belépését is nézni e-learning részt nézzük át, hogyan lehet használni. Igen, mindjárt akkor belépek egy olyan tanulóval, akinek vannak elektronikus tan könyvei, mert hogy ő már 8. tanuló itt az én rendszerembe. Tehát, hogyha belép egy tanuló, de igazából ez érthető ugyanúgy akár szülőre a saját e-learning tananyagaival, vagy a pedagógusokra és a saját tananyagaikkal kapcsolatban. Akkor a nevünk mellett, vagy az adott felhasználó neve mellett lévő e-learning menüpontra kell rákattintani és ekkor a felhasználóhoz kapcsolódó tananyagok fognak megjelenni, tehát az összes olyan tananyag, ami valamilyen módon a felhasználó számára elérhető lehet. Ugye ilyen lehet akár most itt a tankönyvek a tanulóknak, közlekedő kisokos ugye iskolásoknak felület, illetve akár egy-egy elektronikus ügyintézés használat a szülőknek, illetve a pedagógusoknak. A tovább a kurzusra gombot, hogyha megnyomjuk, akkor a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót az e-learning felületre, ahol szintén meg, lát, meg tudjuk nézni, hogy hol tartunk a tananyag kitöltésével kapcsolatban, és akkor indítás vagy folytatás gombunk van a tananyag indítása felirat alatt. Ugye most a 8. történelem tankönyvét fogjuk ennek a tanulónak megnyitni. Elindítjuk a tankönyvet, a rendszer néhány másodperc alatt betölti. Ugye itt a, a felületen most itt jóval több kép lesz, tehát lehet, hogy egy picit lassabban töltődik be. A tankönyveket ugye itt most a fő burítóval kezdődik, vagy kezdődnek, és a lap alján lévő, előre-hátra lapozó gombokkal tudunk haladni. Ugye itt az első néhány oldal ezek az alapoldalak, némi információval, és utána viszont már a tankönyvekhez képest több információt találunk, tehát nem csak egy A4-es oldalnyi képet tudunk látni, hanem itt például témánként, vagy ugye tananyagegységenként van lehetőség, hogy tovább görgessük az információt, tehát egy-egy lapon, mint ami egy-egy tankönyv lapján jelenne meg. Az e-learning bal tehát ugye az alján tudunk előre és hátra lépkedni, vagy újra tölteni az oldalt, illetve a bal felső sarokban a kis könyvecskére, hogyha rákattintunk, akkor megjelenik a tankönyvnek a tartalomi edzéke, ahol például tudunk akár átugrani egy teljesen más fejezetre, amelyikből kíváncsiak vagyunk, amelyikből szeretnénk ugye információt meríteni, és mindjárt, hogyha ez betölti, akkor lehet is látni, hogy azokat a fejezeteket, amelyeket már végigolvastunk, végiglapoztunk, ugye azokat uh, itt lehet látni, hogy pipálással jelöli is a rendszer. Tehát itt most a tankönyvek esetében van arra lehetőségünk, hogy ugráljunk, viszont például akár a közlekedő, kisokos vagy más olyan uh, információk uh, esetében, vagy olyan tananyagok esetében, ahol minden uh, téma végén kötelező vizsga van, ott nem lehet átugrani a vizsgát. Tehát ott végig kell menni egy fejezeten, a végén le kell vizsgázni, és utána azon a, be, azon a fejezeten belül már természetesen oda-vissza ugrálhatunk, de a következő fejezetet csak akkor kezdhetjük meg, hogyha az adott fejezeten belül végeztünk a vizsgával, és teljesítettük azt. Hogyha valahol félbe szeretnénk szakítani, akkor ezzel a kikapcsoló gombbal lehet félbeszakítani ugye a a kurzust. Lehet látni, hogy a történelem tankönyvnek ugye most itt hány százalékát tekintettük meg, és bármikor a vissza a kurzusra gombbal, lehet, hogy ez majd a későbbiekben módosulni fog, vissza a kurzusra gombbal vissza tudunk lépni a Kréta rendszerbe, és ugye visszakerültünk, és ide is átjött már az az információ, hogy a történelemből a 9 százaléknál tartunk, kettő percet tart, tar kettő percet töltöttünk a történelemkönyvnek a tanulmányozásával, és bármikor újra tudjuk folytatni a tovább a kurzusra funkcióval. Jó, egy picit vissza. Közben e learninget megnéztük, igen, a tanulói belépést az osztályfőnöki felületen nem tudjuk megnézni. Tehát volt egy ilyen kérdés, hogy azt látjuk-e, hogy az osztály, hogy a tanuló mikor lépett be. A tanulói belépést azt az adminisztrátori felületen az adminisztrátorok tudják megnézni. A tanulók irányából az osztályfőnök szaktanár azt látja, hogy a, a házi feladatot ugye mikor jelölte késznek. Ez lehet információ, illetve az adminisztrátorok tudnak letölteni, illetve információt adni ezzel kapcsolatban. Ezt a szaktanárok is látják-e? Nem, ez újra a kérdés, hogy a gyerek mikor lépett be, ezt se a szaktanás, az osztályfőnök ezen a feleten nem látja. Ezt akkor lehet megtekinteni, ugye, hogyha a házi feladatot nézzük, illetve az adminisztrátor megosztja ezt az információt. Hol lehet értesülni új fejlesztésekről? Volt egy újabb kérdés. A tudásbázis oldalunk, tehát a tudásbázis.elkréta.hu oldal, ami így indul, tehát a tudásbázis.elkréta.hu oldalnak a főoldalán oldalán vannak az újdonságok. Ugye jelenleg kiemelve a tanuló, szülő, tanár, illetve vezetői, intézményvezetői gyakran ismételt kérdések a digitális oktatással, az iskolai beiratkozás, illetve a digitális oktatásra szóló információk most itt kiemelésre kerültek, ezért eléggé letolódott az a szekció, ami eddig mindig a tetején volt a lapnak, ami a szoftver frissítések, újdonságoknak a megjelenítése. Tehát az új Fejlesztések, amikor bekerülnek a rendszerbe és elérhetővé válnak, akkor itt a szoftverfrissítések, újdonságoknál lehet megtalálni, ugye egy ilyen listás felsorolásban, illetve ugye lehet ezeket kinyitni, és gyanánt, hogy mit is takar egy, egy ilyen rövid leírás, és értelemszerűen lehet látni, hogy mikor kerültek a rendszerbe ezek az új frissítések.